Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt. A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz. Nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csiga fiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett, Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel, a szarvasbogár, Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ahó! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek, és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Vendel felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz,
köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca a Katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus regő odúja felé. A Mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség! Hová tűnt a sok magyaró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a magyarók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se féregő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult magyarókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a Mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok, naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta Mókus regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött magyaró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat, mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult magyarókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A magyarók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végiggurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A magyarókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel Mókus regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt Mókus regő összegyűjtött magyarójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem magyarót a kupacból. A magyarót Babócának adta. Ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden magyaró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt Mókus regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a Mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Napraforgók. Bogyó és Babóca áprilisban elültette a napraforgó magokat. Gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújtak a földből a palánták. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Hurrá! Üdvözölte a virágokat a csiga fiú és a Katica lány.
Bogyó észrevette, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. Nézd, babóca, forognak, vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. Amikor lement a nap, a napraforgók lehajtották fejüket, és elaludtak. Másnap reggel kétségbe esett kiáltozás verte fel az erdő lakóit. Jaj, mi történt? Jaj, a napraforgóink! Sírt babóca. Ki tehette? Zokogott Bogyó is. Kirágcsálta meg a virágok szárát. Friss harmatvízzel lemosta a sebeket, babóca bekötözte a virágok szárát zsenge fűszállal. A napraforgók újra mosolyogtak. A kis barátok tanácskozni kezdtek Baltazár házában. Mit tegyünk? Búslakodott Bogyó. Őrt kell állnunk éjjel. Én leszek az első, mondta bátran babóca. A Katica lány csendben elbújt egy bokor mögé, és éberen figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rágcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor babóca kiugrott a bokor mögül, és dühösen rákiáltott. Menj innen! A hörcsög megijedt, és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül Bogyóra került a sor. A csiga fiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, várt, de hamarosan elnyomta az álom. Még arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludt! Nem vigyáztam a virágokra. Sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napraforgókat. Bogyó elaludt, átaludta, míg a hörcsög megrágcsálta a virágokat. Miért buslakodtok? Kérdezte tőlük Bagoly doktor. Babóca elmesélte a Bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjétek meg, hogy ne bántsa a virágokat. Ott alszik a nagy tölt fa alatt, tanácsolta. Ott van, ott fekszik a bokorban, súgta Bogyó a többieknek. A hörcsög hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól. A hörcsög a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsögtől. Ne félj tőlünk, kezdte babóca. Csak arra szeretnénk kérni, hogy ne bántsd a napraforgóinkat. De akkor éhes maradok, mentegetőzött a hörcsög. Majd mi hozunk neked almát és répát. Hol van a házad? Kérdezte Bogyó. Nincs házam, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad, ismételte döbbenten Baltazár. Akkor építünk neked. Babóca almát hozott, Bogyó magokat, Pihe mazsolát, Baltazár pitypang levelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, mondta boldogan a hörcsög, és köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rágcsálta meg a virágokat. A napraforgók egész nyáron vidáman mosolyogtak Bogyóra, Babócára és barátaikra. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Csillagház. Egy nyári estén Bogyó és Babóca a pöttyös házban kártyáztak, amikor nagy fényességet láttak a dombon túl. Mi volt ez? Kérdezte Bogyó. Mintha hulló csillagot láttam volna. Hulló csillag? Az nem lehet. Nézzük meg közelebbről, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca kézenfogva indult el a fény irányába. Nézd, Bogyó, ott! Csiga fiúnak tátva maradt a szája a csodálkozástól. Egy csillagformájú házikó állt a domb tetején. Hogy került ide ez a ház?
eddig nem volt itt, súgta Bogyó. Te maradj itt, én pedig gyorsan szólok a többieknek, suttogott Babóca, és már röpült is, hogy hívja Baltazárt, Pihét és Vendelt. Amikor mind együtt voltak, lassan közelebb merészkedtek a titokzatos házikóhoz. Vendel bekopogott. Egy félénk, szépséges lányka nézett ki az ajtón. Földigérő hajában apró csillagok fénylettek, aranyszárnyai csillogtak a sötétben. Bogyó megszólította. Hogy kerültél ide? Ki vagy te? De a lány nem válaszolt. Vendel is megpróbálta. Segítsünk neked? De most sem jött válasz. A lány csak áldogált, és nem szólalt meg. Hát jó, ha nem mondok semmit, akkor ne mondj, duzzogott Vendel. Gyertek, menjünk haza. Várjatok, szólt ekkor Babóca. Lehet, hogy nem tud beszélni. Nem tud beszélni, csodálkoztak a többiek. Babóca felvett egy botot, és belekarcolt egy csillagot a földbe, majd mosolyogva átnyújtotta a botot a lánynak. A lányka félve nyúlt a botért, aztán nekilátott és rajzolni kezdett. Egy hárfa? Egy kicsi hárfa? Kérdezte Babóca, és a lány bólogatott. Elvesztetted? Kérdezte Pihe, és a lány az ablakra mutatott. Kiesett az ablakból, szólt Bogyó, és a lány újra bólintott. Nem értem, dünnyögött Baltazár. Én értem, okoskodott Babóca. Fent lakik az égen, de kiesett a hárfája az ablakon, és ezért lejött, hogy megkeresse. Akkor segítsünk neki, mondta Baltazár. Ne félj, megkeressük, mondták mind, és elindultak az erdőben, hogy megkeressék a hangszert. Sehol sincs, mondta bánatosan Bogyó. Benéztem minden bokorba. Én sem találom, pedig már mindenütt körbenéztünk, bosszankodott Baltazár is. Körbenézek a magasban is, mondta Pihe, széttárta a szárnyait és felröppent. Megvan, megtaláltam, kiáltott nagy sokára a lepkelány. Egy kicsi, aranyszínű hárfát emelt ki a kanárik fészkéből. Óvatosan visszaadta a csillaglánynak. A lány bement a házba és becsukta az ajtót. Kiemelt a hajából egy apró világító csillagot és átnyújtotta Pihének. Tudod? Kérdezte meglepve a lepkelány, és a csillaglány bólintott. Aztán kiállt az ablakba, és megpengette a hárfát. A lágy zenétől a csillagház lassan emelkedni kezdett. Hű, elrepül, fel az égre, ámultozott Bogyó. Végül már olyan kicsi volt, hogy nem is tudták, melyik lehet a sok csillag közül. Kár, hogy elment, sóhajtott Vendel. Pihe nagyon vigyázott a csillagra, egy díszes dobozkában tartotta, és csak különleges napokon tűzte a hajába. Ilyenkor mindig eszébe jutott a kis csillaglány, aki ott hárfázik valahol az égen, csillag alakú házikójában. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A kis dongólány. Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasz, tralala, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, a katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz?
kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt. Majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek! A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe, és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csiga fiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csiga lassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegúbóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskéire, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni. Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk, helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a sünifogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme csolt, levágta a konyort, kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csalni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon. Vendel futott a leggyorsabban. Utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok! Ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca.
Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötél verseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gömbi tornya. Egy nyári napon Gömbi, a virágbogár, elővette színes építőkockáit. Építek egy magas tornyot a kockákból, gondolta magában, és elindult a dobozzal a közeli dombra. A nagy tölgyfa alatt kiborította a kockákat a dobozból, és munkához látott. Ahogy a torony nőtt, Gömbi egyre nehezebben érte el a tetejét. Óvatosan ágaskodott, de a keze mégis megcsúszott, és a torony összedőlt. Jaj, ne! Kiáltott Gömbi. Most aztán kezdhetem előről, mérgelődött. Ismét nekilátott. Újra óvatosan, figyelmesen rakosgatta egymásra a színes építőkockákat. A torony nőtt, nőtt, ismét egyre magasabb lett. De jaj, ekkor egy mag hullott le a tölgyfáról, és romba döntötte a virágbogár tornyát. Jaj, a tornyom! Megint feldőlt a tornyom! A tölgyfa a hibás! Állapította meg haragosan. Ismét elkezdte építeni a tornyot, de már nem a tölgyfa alatt. Egyre türelmetlenebbül rakosgatta egymásra színes kockákat, amikor arra jött Bogyó, a csiga fiú, Babóca, a katicalány, és Vendel, a szarvasbogár. Hű, de szép tornyod van, Gömbi, mondták vidáman.
Igen, szép, már csak a piros csúcs hiányzik a tetejéről, és készen van. De ekkor feltámadt a szél, és egy erős fuvallat ledöntötte a karcsú tornyot. Gömbi dübegorult. Nem, ez nem lehet igaz. Többet nem kezdem újra, nem is akarok tornyot építeni. Hazamegyek. A többiek vigasztalva szaladtak utána. Várj, Gömbi, majd mi segítünk. Gyere, építsük meg a tornyodat együtt. Nem, már nem akarom. Ennyi kockából nem is lehet igazi magas tornyot építeni. Jelentette ki dühösen Gömbi, és becsapta maga mögött az ajtót. Hogyan segíthetnénk Gömbinek? Tűnődött Babóca. Meg kell őt vigasztalnunk, szögezte le Bogyó. Tudom már, mondta Vendel. Nekem is van építőkockám. Elhozom, és akkor több kockánk lesz. Építhetünk együtt egy igazi magas tornyot, amilyet Gömbi szeretne. Ez jó ötlet, nekem is van egy doboz építőkockám. Én is hozom. Én is hozom az enyémet. Óriási tornyot építünk majd. Bogyó dömperben húzta színes kockáit, Babóca talicskában tolta, Vendel pedig nagy kosárban cipelte. Szia, Gömbi! Nézd, mind elhoztuk az építőkockáinkat. Nincs kedved egy óriási tornyot építeni velünk? Kérdezte kedvesen Babóca. A házikódban építenénk, nehogy a szél újra felborítsa, tette hozzá Bogyó. Építőkocka, mekkora torony lesz ebből, gyertek be! Kiáltott a kis virágbogár, és nagyot ugrott örömében. Most jön az utolsó darabka, a piros csúcs. Ezt te rakd fel, Gömbi, javasolta Vendel. Hurrá, kész van, kiáltották mind egyszerre. Amikor besötétedett, Bogyó, Babóca és Vendel elköszöntek Gömbitől. A kis virágbogár boldogan bújt be ágyikójába, és addig csodálta a hatalmas tornyot, míg elnyomta az álom. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csigafiú még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézen fogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó, segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumplibogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló Szöcske kislánynak.
Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Sárkányt a szél! A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó! Majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába. Ne félj, nem ütöd meg magad. Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó. Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel-le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt.